Fényképeken keresztül is érzékelhető a változás a kecskeméti tankerület iskoláiban. Közel 600 millió forintból újulhatott meg 6 iskola. Az egyes projektek eredményeiről ma számoltak be a kecskeméti tankerületi központ épületében. Az állami fenntartású intézmények tanulást segítő tereit uniós pályázatnak köszönhetően sikerült korszerűsíteni. Tornatermek, aulák, könyvtárak, sportudvarok és mosdók újultak meg. Úgy gondoljuk, hogy a fejlesztések az intézményekben zajló nevelési-oktatási feladatok ellátására pozitív hatással bírnak, fokozódik a köznevelési intézmények eredményessége, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala, minősége, és javul a tanulók, a pedagógusok komfortérzete. Az egyes projekteket az intézmények vezetői mutatták be a mai sajtótájékoztatón. Az uniós forrásból Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kiskunmajsán és Jászszentlászlón újítottak fel oktatási tereket. Emellett eszközöket, tanszereket és sportszereket szerezhettek be az intézmények. Sok esetben ugye még az eredeti állapotot változtattuk meg. Tornaterem tetőszigetelése, aulánk teljes új burkolatot kapott, bejáratunk, légkondicionálást kaptak a tetőtéri termeink, kialakítottunk egy klub helyiséget fönt az emeleten, összességében sokkal világosabb, élhetőbb lett az iskola egy érzésre, másrészt ugye eszközöket kaptunk. Hajnal Gabriella a Klebersberg központ elnöke köszöntőjében elmondta, a fejlesztések célja, hogy minden gyermek számára elérhető legyen a minőségi oktatás. Konvergencia régióban történő országos projekt 45 tankerületet érintően, gyakorlatilag 29 milliárd forint értékben, amire ezt a tankerületet érinti, ez egy 750 millió forintos 7 iskolára történő beruházás volt, aminek most 6 projekt zárását vagyunk itt. Minden a gyerekekről szól, én mindig ezt szoktam mondani. A kecskeméti tankerületben befejezett projektekhez pedig hamarosan új pályázatok csatlakoznak, hiszen heteken belül zárul a Magyar Ilona Általános Iskola 150 milliós korszerűsítése is.